Egy hét múlva Magyarország vendége lesz Ferenc pápa. Az esemény jelentőségéről nyilatkozott Erdő Péter bíboros prémás esztergom budapesti érsek. Amikor 2021-ben a Szentatya néhány órára Budapestre jött, akkor ez egy nagy nemzetközi eseményen való részvételt jelentett. Tehát az 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus záró miséjét vezette. Ezt úgy is nevezik, hogy Stácio Orbis. Nagyon erős jelképes értelme van, Krisztus a középpont az oltári szentségben, Szent Péter utóda vezeti a szertartást, és ott vannak a világ minden tájáról jött püspökök, papok, világi zarándokok. Budapesten akkor 83 országból voltak például zarándokok jelen. Ugyanakkor a pápa ezen a misén átérezte azt, hogy őt az itteni emberek szeretik. Tehát ahogy körbe mentünk például a hívek között a pápa mobillal, tehát itt csak mosolygó arcot, itt csak lelkes szemeket lehetett látni, sőt, volt egy fiatal házaspár, aki egy pici gyereket még föl is nyújtott neki a pápa mobilba, hogy vegye kézbe. Kézbe vette, megáldotta, visszaadta a kicsi gyereket, és te láthatóan nagyon örült neki. És hát amikor pedig visszafelé a repülőtérre mentünk, mondtam neki az autóban, hogy látja Szent Atya, itt Magyarországon mennyire szeretik. És ténylegesen a szlovákiai látogatása után hazafelé a repülőn, akkor jelentette be először, hogy szívesen visszajönne ide. Érezte azt, hogy valami itt túl rövidre sikerült. Talán azért, mert a szomszédos országokban több napot töltött, és észrevett, hogy hát szeretnénk mi is, ha kicsit többet lehetne köztünk. És akkor megígérte, hogy majd eljön újra. Április 30-án vasárnap 9 óra 30 perckor kezdődik a Kossuth téren az a Szent Misa, amelyet Ferenc pápa tart majd. Vélhetően a legtöbben majd erre az eseményre érkeznek. Ön mit gondol, mit lehet üzenni ezzel a Szent Misével kapcsolatban a híveknek? Mit adhat? Mit lehet tőle várni? Az első az, hogy jöjjenek minél többen természetesen, mert itt is igaz az, hogy átérezhetjük. Tehát nem csak elméletben tudjuk, hanem át is érezzük, hogy egyek vagyunk a világegyházzal, egyek vagyunk Krisztussal, és a Szent Atya személyében az egész világegyházzal. Tehát ez megerősít minket, ez mutatja azt, hogy valami olyan üzenete van a hitünknek, ami minden ember számára érvényes, ugyanakkor mindez a Kossuth téren lesz. A misének egy része magyar nyelven lesz. Tehát úgy tűnik, hogy a nemzeti azonosságnak is megvan ebben a helye. Tehát nem úgy áll a dolog, hogy a kereszténység elszürkíti a népeket, hanem éppenséggel a kultúrájukat, a zsenialitásukat, az egyéniségüket fölemeli. Ezt mutatja egyébként Európának az előző 1500 éves történelme. Úgyhogy ennek az átérzése azt hiszem egy nagy lehetőség lesz most a Kossuth téren.